komolyan formálta a gondolkodásomat az, hogy ebben a faluban nem voltak ellentétek. Tehát nem verekedtek az alvég és a felvég fiataljai, nem gyilkolták egymást, vagy nem tiltották egymás házasságát a katolikusok és a reformátusok. Hogy a mellettünk lévő házban egy zsidó szabó dolgozott, akinek édesapám barátja volt, de közös barátjuk volt a mai polgármesternek az édesapja, és éppen hoztam egy fényképet neki megmutatni erről. Ez azt jelentette tehát, hogy se bennünket, tehát a családomat, engem gyerekként nem bántott senki, és mondjuk nem tótozta le anyámat, vagy nem volt hátrány, hogy elváltan került ő ugye a második házasságában. Az, hogy engem Juditnak hívtak, ami hát a nagyanyám szerint egy zsidó név, a családom szerint pedig hát egy evangélikus hagyomány volt, ez nem keltett megütközést. Hát nem Bözsinek, nem Pannának kereszteltek és hívtak. Ezért tehát bennem se élt semmiféle fajta előítélet mások iránt. Tehát azt gondoltam, hogy a világ barátságos. És azt gondoltam, hogy nekem is, addig, amíg valami másról meg nem győz a rossz tapasztalat, addig tulajdonképpen borzasztó kíváncsinak kell lennem, mert hiszen érdekes a másik ember, érdemes megismernem, érdemes kikérdeznem, érdemes figyelnem rá, mert tanulok belőle, tanulok tőle, de ugyanúgy magamat is adhatom, tehát magamat is feltárhatom, mert ebből nem lesz veszteségem. Hiszen a barátsághoz tulajdonképpen egyrészt nyitottság, másrészt két ember kell minimálisan. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam. Nem csak a családom miatt, a nagyon szorgalmas, nagyon, nagyon tehetséges, sokféle talentummal megáldott édesanyám és édesapám miatt, hanem azért is, mert nagyszerű tanáraim voltak, amikor ide jártam iskolába. Az általános iskolai tanárom nem csak írni, olvasni, helyes írni, számolni, hanem horgolni, főzni, viselkedni tanított, tehát sokféle magatartást, sokféle szabályt és lehetőséget sajátíthattam itt el. Aztán a felső tagozatban is kiváló tanáraim voltak, olyanok, akik akkor éppen középiskolában nem kerülhettek alkalmazásra. A Tóth tanár úrnak hihetetlenül gazdag könyvtára volt, ő egy Béri Balog rokonként lakott itt Faddon, és aztán a Tolnai, majd később a Székesfehérvári gimnáziumban oktatott. De hát a magyar remek írók két világháború között kiadott sorozatát, vagy egy másik szomszédunknál a Valamennyi Jókait. Aztán a már említett általános iskolai tanárnőmnél, hát tulajdonképpen egy pedagógus házaspár teljes könyvtárát kiolvashattam, mert hiszen kölcsön kaptam őket. És nem csak Kosáriné Rézlólát és Herceg Ferencet, hanem komoly igazi tartalmas műveket. Akkor, amikor egyetemre kerültem, akkor fájdalmas volt a felismerés, hogy életemben nem voltam még operában, hogy nem láttam a Nemzeti Múzeumot, hogy ha sétálok a Margit-szigeten, akkor bizony a költőknek és a nemzet nagyjainak a szobraival először találkozom. Tehát jelentős műveltségbeli, vagy legalábbis ismerethiányjal lettem én fővárosi. Ezt felnőttként kellett pótolnom. Első generációs értelmiségi, első generációs egyetemista voltam. Valószínű, hogyha Pest környékén lakom, vagy eleve pesti vagyok, akkor is lett volna lemaradásom másokhoz képest. Az a szatyod, amivel elment innen, mivel volt tele? Tulajdonképpen azzal a hittel, azzal a jó érzéssel, hogy dolgom van a világban, de nem csak az a dolgom, hogy én magam többre vigyem, mint a szüleim. Már olyan értelemben, hogy beteljesítsem
azt, amik ők szerettek volna lenni, de nem lehettek éppen az iskola hiánya miatt, meg az anyagi lehetőségek hiánya miatt. Hogy beteljesítsem azt, ami esetleg a osztálytársaimnak, akik kevésbé voltak jó tanulók, kevésbé voltak, rendelkeztek támogató családi háttérrel, azért helyettük is vigyen valamire, helyettek is tanuljak meg valamit. És bármilyen, hogy is mondjam, mosolyogni való naivitásnak tűnik ma már, akkor, amikor én házi orvosnak ide visszajöttem, akkor nagyon komolyan gondoltam azt, hogy el vagyok adósodva, hogy nekem itt tennivalóm van, és nem csak az, hogy gyógyítom a ismerőseket, rokonokat, barátokat, és mindazokat, akikkel nem találkoztam korábban, és akikkel nem is olyan könnyű elfogadtatni magam, hiszen én egy nagyon, nagyon fiatal házi orvos voltam. Én 25 évesen kerültem ide, mit nem mondjak, sortba jártam dolgozni. Volt olyan 70 éves haldokló betegem, aki rám nézett, fél szemét kinyitva, és azt mondta, hogy ugye ebben a rövid szoknyában jön a doktorné holnap is. És volt olyan betegem, aki azt gondolta, hogy hát jó, orvos, de hát olyan orvos, mint egy férfi, csak nem lehet, ezért rendszeresen doktornővérnek szólított. De hagyta, hogy kezeljem, és bizalommal járt hozzám. Úgyhogy azzal jöttem ide, hogy nekem itt dolgom van azon túl is, hogy gyógyítom a betegeket és ellátom a feladatomat. Ezért került sor az értelmiségi klub szervezésére, ezért szántam rá magam a nem létező szabadidőm terhére, ilyesféle fajta missziónak mondjuk ma már az elkezdésére, amire hát nagyon büszke vagyok ugyanakkor, mert ez nem csak az én igényem volt, hogy itt legyen valamilyen féle, hiszen amikor már elkerültem innen, akkor még nagyon hosszú ideig ez a klub ez működött. Sikerült tehát valami olyan milliót teremteni, egy olyan mintát megalkotni, egy olyan igényt felkelteni, ami a itt maradóknak, vagy az ide letelepülőknek, és aztán folyamatosan az igényeként megfogalmazódott. Nem jutottam arra a következtetésre, hogy meg kéne változnom. Talán azért, mert a mérleg az inkább pozitív volt, tehát sokkal több előnyöm volt belőle, mint amennyi hátrányom. Meg talán azért is, mert bizalommal lenni a másik ember iránt, vagy adni, ha lehet, bármit, bárkinek, az halatlan öröm. Ez egy lett orvos? Igen, mert ez a... Hát két dolog miatt lettem orvos, mert az édesanyám az szeretett volna orvos lenni, de hát, ahogy említettem, nem nyílt rá lehetősége. Másrészt pedig azért, mert úgy gondoltam, hogy az ember, hogyha segíthet másokon, és különösen, ha az egészsége okán bajba került emberen segíthet, akkor az egy nagyon komoly lehetőség. Másrészt pedig hogy is mondjam, engem is megvéd a boldogtalanságtól, és a betegségtől, és a sikertelenségtől, és a depressziótól, hiszen ha nagyon magam alatt vagyok, még mindig találok valakit, akinek nálam százszor rosszabb a sorsa. És amikor én tudok neki segíteni, akkor mégiscsak azt érzem, hogy akkor ehhez képest én voltam az, aki adtam valamit, és akkor nekem akkor jó. Nem hiányzik a gyógyítás? De, abszolút. Abszolút. Úgyhogy amikor elmentem, akkor mindig azt gondoltam, és az is volt, nem véletlenül mondtam, hogy az adott bátorságot, hogy tudok gyógyítani, és szeretek gyógyítani, és bármi történik is velem, bármikor visszamehetek gyógyítani. Ez persze egy borzasztóan naív feltételezés volt, nem az, hogy visszamehetek, hanem hogy azt gondoltam mondjuk 30 évvel ezelőtt, hogy az orvostudomány nem fog 30 év alatt változni annyit, hogy én ne legyek képes gyógyítani. Nem mintha azt gondolnám, hogy az elmúlt 30 évben valamennyi korombéli kollégám haladt az idővel, hogy megtanulta mindazt, amit az orvostudomány változásából tanulnia kellett volna, és hogy ne évültek-e volna-e sokuknak az ismeretei, meg hát
kevésbé, hogy is mondjam, lelkesítő, de bizony a házi orvoslás körülményei ugyan sokat változtak, hiszen a számítógéptől, a gépkocsiig és az internettől, a modern eszközökig ma sok minden áll a kollégák rendelkezésére. És ha belegondolok, hogy én édesanyámtól örökölt vacak biciklivel jártam mind a 7 évig, és hogy a konyhabútorom darabjait kellett bevinni a folyóvízzel nem rendelkező rendelőbe ahhoz, hogy legyen benne bútorzat, és a műszerszekrényen és a vizsgálóasztalon kívül valójában semmilyen felszereléssel nem rendelkeztünk, és amikor én ide kerültem, akkor az anyámmal először is kifestettük a rendelőt és kimeszeltük a beteg WC-t, hogy rendben legyen, és aztán kölcsönkértük az önkéntes rendőrnek az egyébként oldalán lukas kályháját, hogy az áróval legyen mivel fűteni. Na most, ha innen nézem a dolgot, akkor persze szerencsére sok minden változott, előrébb mentek a dolgok. Az, amiért én nagyon aggódva és önkritikusan mégiscsak a váltás mellett döntöttem, mert azt gondoltam, hogy ha nem mozdulok el, akkor az idők során nem is elsősorban a tudásomat veszítem el, nem az évül el, hanem az együttérzésem fogy el. Hogy ha beleszürkülök és elfáradok, akkor nem leszek jó orvos, mert már nem fog érdekelni, hogy a másik mitől szenved, és mi az, amivel igazán segíthetnék rajta. Ez nem lesz annyira sürgető élmény, sürgető feladat a számomra. Azt gondolom, hogy intézményesen ezt a kíváncsiságot, és ezt az érdeklődést, együttérzést, empátiát, ha használjuk nagy szavakat, ez bizony azért nem segítettük megőrizni a kollégákban. Azt, hogy amikor a beteg bejön a rendelőbe, akkor azt érzi, hogy ő a legfontosabb. Mert neki a betegsége a legfontosabb pillanatnyilag, és akik ott bent ülnek, azoknak pedig ő és az ő betegsége a legfontosabb. Azt az alapelvemet, hogy minden egyes munkakörömben, minden egyes feladatom vállalása esetén egy kicsivel többet kell tudnom, mint ami az adott feladat ellátásához kell. Egyszerűen azért, hogy ne érezzem azt, hogy be vagyok falazva abba a foglalkozásba, vagy abba a pozícióba. Ez politikusként is borzasztóan fontos előírás volt a magam számára. Az, hogy megőrizzem a függetlenségemet, hogy tulajdonképpen legyen bátorságom mindig, akár nemet is mondani valamire, mert hiszen bárhol, mikor el tudok menni valahova máshova, és valószínű, hogy ebben a függetlenségben, vagy ebben az önállóságban azért a fadi tapasztalat is közre játszott. Az, hogy én megtapasztaltam, hogy én szeretek és tudok jó körzeti orvos lenni. Tehát nem kell félnem, hogy és akkor mi történik, hogyha a SZOT főtitkárának, vagy a éppen aktuális miniszterelnökömnek most nemet mondok, és azt mondja, hogy nem akar velem dolgozni. Hát nagy dolog. Akkor kinyitom hátul az orvosi heti lapot, illetve a egészségügyi közül, hogy megnézem, hol keresnek házi orvost, és elmegyek oda. És el fogom tudni tartani magam és a gyerekeimet, és nem leszek boldogtalan pusztán emiatt. Borzasztó fontos volt, hogy akiket itt megismertem, és akiket itt gyógyítottam, azok megmaradtak az emlékeimből úgy, hogy meg tudott személyesítődni egy-egy közigazgatási vagy politikai döntés. Tehát mit tudom, én tudtam az ápolási díjról úgy gondolkodni, és úgy harcolni érte, hogy emlékeztem azokra, akik mindenféle anyagi lehetőség nélkül itt ápolták a hozzátartozóikat. És ez azért fontos dolog. Önmagában az, hogy én végzem a dolgomat, notabene akár jól, akár kiválóan végzem a dolgom, az a kutyát nem érdekel.
ha én nem harapom meg a postást, ha én nem pofozom meg a riportert, ha én nem ordibálok a szakmai vitapartneremmel, tehát nem csinálok valami valhét, akkor nem kerülök képernyőre, és akkor az a dolog, amiről foglalkozom, az is a szélesebb közönség számára teljesen ismeretlen marad. A megcsinálás tehát tulajdonképpen valójában, az, hogy mi történik a valóságban, nem csak a politikusokat nem érdekli, akik híreket csinálják, azokat se. Addig, amíg nincs valami nagy baj. Én pedig nem tudok arról beszélni, amit nem csináltam meg. Tehát vannak nekem terveim, elképzeléseim, ahogy vidáman, vagy ahogy nagyképpen mondjuk vízióim arról, hogy mi is akarnék lenni 10 év múlva, hogy gondolom a világot, stb. Ugyanakkor igazán hiteles, azt hiszem, csak akkor vagyok, hogyha van tapasztalatom, gyakorlati tapasztalatom a megcsinálásról magáról, igazából az is érdekel. Tehát engem a pozíció, meg a... Szóval ezek inkább zavartak akkor, amikor ilyenben voltam, most szerencsére nem vagyok ilyenben, és az, hogy csinálhatok valamit, ami tényleg a gyakorlatban történik, az engem teljes mértékben kielégít. Tehát ezt nagyon jó dolognak tartom. A másik, amiről ugyancsak, amire rákérdezett, azt gondolom, hogy nem... Persze egy menedzsernek nem kell tisztább lenni, vagy egy felső szintű politikusnak az összes apró részlettel. De hát azért a valóságról, a világról valami minimális tapasztalat mégiscsak kéne. Szóval a parlament folyosójáról, meg a most nem mondjak 500-as Mercedes-t, hanem akármiről, nem olyan nagyon lehet, pláne a szociális és az egészségügyi problémákat megismerni. Hát ha valaki nem ügyelt, ha valaki nem mentőzött, ha valaki nem került közelébe, nem ült egy beteg ágyán a saját lakásába, vagy legalábbis valami ilyesfajta élménye nem nagyon volt, akkor nem igazán, akkor nagyon nehéz beleképzelnie magát mindazoknak a helyzetében, akár a betegébe, akár az orvoséba, akiknek a sorsáról mégiscsak döntenie kell. Hiszen egy egészségpolitikai döntés, ne szépítsük, mindig életről és halálról szól. Tehát ha megrendelünk valamilyen nagyszerű gyógyszert, csinálunk valami új dolgot, akkor egy csomó mindent nem csinálunk, mert hiszen ez kizárás, mindig prioritás van, mindig azt nézzük meg, hogy tudunk-e 10 000-nek használni, és elvonjuk a pénzt attól a 200-tól, aki biztos, hogy meg fog halni. És nem annyira éles persze minden nap az ilyen típusú döntés, hogy az ember mind a 200 haldoklónak álmodjon az arcával, de aki ezt nem tudja, az hát a papírokról fog összeszedni valamilyen információt, és talán ez a legnagyobb gond, nem lesz elég lelkes, nem lesz elég elkötelezett mindabban, amit jól meg tud csinálni, nem fogja magát szégyelni, hogyha valami rosszat csinált, mert hiszen az embernek illik bűntudatot éreznie, és még azért is bizony kell sajnálkoznia, vagy bűntudatot éreznie, amit nem rontott el, de nem csinált meg. Minden településnek, tehát minden kisebb közösségnek egyre fontosabb dolga, egyre fontosabb feladata, hogy miután a világ nem csak globalizálódik, hanem hát iszonyúan tág lett, csak az internet miatt is. A fiatalok azért nagyon sok bizonytalansággal találják szembe magukat, elmehetnek innen Kansas Citybe, és képzelhetik úgy, hogy Kína fejlődik most a legjobban, és ők majd ott találják meg a számításukat, vagy egyszerűen csak a hálón érik el a nagyon távoli témákat, barátokat és kapcsolatokat, hogy legyen a hátuk mögött valami gyerekkori, családi, hagyomány, tradíció, élmény, ahova ők, mint egy kis közösségbe, ahol nem ilyen veszélyesen tágak, nem ilyen felfoghatatlanul szélesek a viszonyok, hanem ahol két ember találkozik, ahol ő is valaki,
ahol a saját identitását megtalálhatja. Tehát én azt gondolom, hogy nehezebb ma olyan közösséget építeni fotból, mint amilyenben én voltam fiatal vagy gyerek. De éppen ezért kellene talán valamennyünknek erre sokkal tudatosabban törekedni.